Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Futkos Attila vagyok, és mellettem Lívia, aki egy zseniális főzőkurzus elvégzése után itt áll mellettem, és nagyon sok mindent fog nekem ma segíteni. A mai napon nyírségi gombóclevest fogunk készíteni önöknek. Nyilván mindenki próbálkozott már vele kisebb vagy nagyobb sikerrel elkészíteni ezt a Szabolcsinak, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeinek nevezett receptet, és az ebből készülő levest. Nézzük ennek a levesnek az első fázisát. Mik azok az alapanyagok, amik szükségesek hozzá? Bármilyen furcsa, nem zsírral és nem egyéb másfajta olajjal fogunk dolgozni, hanem az én kedvenc zsíradékommal, az pedig nem más, mint a vaj. Vajnak azt nevezzük, azt a tejből készült zsíradékot, aminek a zsírtartalma minimum 80% feletti tartalommal, zsírtartalommal bír. Szükségünk lesz természetesen sóra, borsra, mindenféleképpen frissen őrölt, borssal dolgozunk csak és kizárólag. Szükségünk lesz hozzá vöröshagymára, fokhagymára. Ez a fokhagyma, ami itt található, ez a saját készítésünk. Itt ebben a kis csészében van szárított tárkony, ami nem véletlenül szárított és nem friss. Szárítottan ugye a tárkony sokkal intenzívebb ízt tud magából kiadni. Van az asztalunkon egy kilónyi sertéscomb, van kettő fej vöröshagyma, kettő darab paszternek és három közepes petrezselyem. Ha összevágtuk a hagymát, akkor ezt félretehetjük. Gyakorlatilag ez a fázis, amit most csinálunk, az előkészületi fázis, hogy minél gyorsabban tudjunk majd haladni effektíve a főzés folyamatában. Előkészítjük a húst és a zöldséget. Ugye említettem, sertéscombbal dolgozunk, bármilyen hússal elkészíthető ez a leves, a szárnyastól, a vadig, a sertésig, borjúig, vagy akár a marháig, ezt mindenkire rábízunk. Nem kell túl egyenletesre vágni a húst. Megmaradt hús darabokat vagy odaadjuk a kutyánknak, vagy pedig készítsünk belőle alaplevet. Komplexebb ízünk lesz mindig mindennel, hogyha alaplével dolgozunk. A következő lépés az, hogy begyújtjuk a gáztűzhelyünket. Nagyon fontos az, hogy hideg serpenyőbe, hideg fazikba, hideg lábasba soha ne tegyünk semmit. Fölhevült egy kicsit a fazekunk, mehet bele a vaj. Bőven kell nekünk jelen pillanatban zsíradék, ahhoz, hogy lepiruljon szépen egyenletesen a vöröshagyma, illetve lepiruljon a paszternák, petrezselyem kombináció. Ugye halljuk, amennyire lehet a televízión keresztül hallani, hogy elkezd szépen sercegni. Megmutatjuk a kamerával azt, hogy hogyan készült el a hagymánk, mi az az állapot körülbelül, ahol már tökéletes. Ennyi az az idő, Lívia ezt már nagyon profi tudja, és hozzáadjuk a petrezselyi paszternáknak a keverékét. És ezt is a vajjal szépen összedolgozzuk. És ha megfigyelték, még véletlenül se sóztunk, borsoztunk. Tökéletesen elkészítette Lívia, mehet bele a sertéscomb. Jó, és most az a fázis fog következni, hogy a sertéscombot fehéredésig irítjuk, ami egy nagyon gyors folyamatunk lesz. Jó, amíg Lívia közben összepirítja, addig én csinálok egy fűszercsokrot. Ezt bele fogjuk majd tenni ebbe az ételünkbe, amikor bele hozzáöntjük az alapvetet. Gyönyörűen Lívia körbepirította a sertéscombot, nézzétek, hogy milyen hófehér. Megkérem Líviát, hogy most mindenféleképpen húzza félre a tűzhelyről ezt a cuccot, mert beletesszük a fokhagymát, a mézúzott fokhagymánkat. Úgy, ne sajnáljuk, szeretjük még egy picit, ne sokat, ne sokat. Jó. Ezt most fölöntjük az alaplevünkkel. És figyeljünk, még mindig nem tettük vissza a tűzre. Nagyon fontos momentum. Jól lepje el, ez a célunk.
Na és most lehet sózni és borsozni. Nem kell túlzásba esni jelen pillanatban a sónál, borsnál. Redukálódni fog az alaplevünk, ugye abban is sok íz található, többek között só is. És majd a végén beállítjuk ezt a levest. Inkább sózzunk bármit kétszer-háromszor, mint egyszer rosszul. Ide már összekészítettünk minden további hozzávalót, ami ennek a levesnek gyakorlatilag a befejező fázisához szükséges. Amíg én le fogom szűrni a levest, mindjárt ezt elmondom, addig Lívia el fogja készíteni a gombócot, a leves betétünket, a zöldségek melletti leves betétünket, ami ebbe a levesbe szükséges. Ennek a receptje, illetve az összeállítása rettentően egyszerű. Kell hozzá 2 darab vagy 3 darab fürtburgonya, amit összetörünk. Ehhez adunk majd körülbelül 10 dekányi lisztet, egy tojást és egy diónyi zsírt, valamint apróra vágott petrezselyem zöldet. Ezt egy neművé gyúrjuk. Körülbelül a tésztánknak egy ilyen közepes látságúnak kell lennie, és ebből pici, apró gombócokat fog Lívia készíteni. Én annyit fogok csinálni, hogy a húst azt kiveszem, és külön egy tálba beleteszem, a zöldségeket pedig bele fogom tenni ebbe a turmix gépbe, és egy neművé leturmixom. Amíg Lívia itt megigazítja, széppé teszi ezeket a gombócokat, csinálhatod, Lívia? Jó. Ez nagyon jó, ez gyönyörű. Rendben. Igen, tehát ezek is lehet. Addig az első körben beletesszük az apróra vágott sárgarépát. Amikor a sárgarépa már közepesen megfőtt, akkor hozzá fogjuk adni a gombát, illetve hozzá fogunk adni jelen esetben, mivel még kicsit tél van, fagyasztott zöldborsót. A zöldborsóval és a gombával együtt beletehetjük a gombócokat, megvárjuk, amíg megfő, és közben, amíg ez a folyamat zajlik, addig én csinálok egy tejföl és kétféle mustár keverékéből készülő enyhe mártást, amit majd szépen hőkiegyenlítve hozzá fogunk adni a leveshez. Ebben a hamarázsba kétféle mustárt teszünk. Teszünk egy evőkanálnyi sima mustárt. Teszünk egy kiskanálnyi magos mustárt, vagy dijoni mustárt, ki ahogyan ismeri. És teszünk hozzá tárkonyt. Ezt szépen egy neművé elkeverjük. És gyakorlatilag, amikor belekerülnek a gombócok, innentől viszonylag rövid idő, 5-10 perc, és adhatjuk is hozzá a lisztmentes hamarásunkat. Hőkiegyenlítünk. Ugye ezt a folyamatot azért csináljuk, hogy ne kapja össze a forró levesünk a hideg tejfölt. Akkor értük el a célunkat, hogy ha az az edény, amiben ezt a műveletet csináljuk, szépen fölmelegszik. Átvette a hőt, most levesszük egy kicsit, és bele is töltjük. Ide akár én megtartom ezt a merőkanulat, és akkor ide öntheted rá, Lívia, jó? Nagyon jó. Főzzük még körülbelül 3 percet, és készen vagyunk, tálalunk. Minden
mindenkinek jó étvágyat kívánunk ehhez a leveshez. Ha valakinek nem elég savanyú, akkor természetesen adhat hozzá citromot. Jó étvágyat kívánunk önöknek. Fogyasszák egészség! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.